Egyre több kilométert futunk itt a faluban, egyre sűrűbben találkoznak velünk, és nem titkoljuk, hogy egy újabb nagy erőpróbára készülünk, a Szexhard Párizs váltófutás teljesítésére. Időben lépjünk vissza, mert az újabb, az mondjuk helyben evidencia, hogy mi az, mi volt a régi, tehát egyáltalán mi az előzménye ennek, tehát mi az, amit már letettetek az asztalra, ami után ezzel a futóklubbal már komolyan számolnak. Az első vállalkozásunk a Hőgyész-Eckenthal közötti távolság, mint egy 1000 km váltófutásban történt megtétele volt. Eckenthal Hőgyész partner település, és tavaly egy találkozó keretén belül teljesítettük ezt a távot, kifutottunk Eckenthalig. Ezután milyen célt tűztetek magatok el, és hogy kerül ez a bizonyos csizma az asztalra, hogy ugrik be Bezons, ami köztudottan Szexhard testvérvárosa? Hát amikor hazajöttünk, nagy szeretettel, nagy élményszámmal meséltük a barátainknak is, hogy hogy sikerült ez a mi kis vállalkozásunk. Így találkoztam össze a régi futó barátaimmal, köztük Kófiás Lacival, akinek a fejébe kipattant, hogy Szexhard testvérvárosa Bezon, és szervezzük meg ezt a futóakciót is. Kofiás László egykori szexhárdi futó fejében bizonyára többször mozgott az a vezérhangyal. Most ezt a vezérhangyát végülis a hőgyészek indították meg. Így van, amikor hazajöttek, akkor találkoztunk nyáron egy triatlon fesztiválon, és hozták a fényképeket, élménybeszámoló volt, és akkor felvetődött bennem is, hogy hát miért ne lehetne akkor Szexhárdról is egyet, hogyha már innen sikerült ezt megszervezni, egy nagyobb város, több szponzorral esetleg. És a gondolatod az volt irány a polgármesteri hivatal, és ott is kedvező helyzet volt, hiszen eléggé kihalóban vannak a Szexhárd-Bezons kapcsolatok. Így van, ez is volt az egyik cél, hogy ezeket a kapcsolatokat egy kicsit létrehozzuk újra. 80-as évek közepéig még voltak rendszeres sportkapcsolatok, jártak ki innen a szexhárdiak futni, volt valamilyen verseny, maratoni verseny, és akkor ezek valahogy teljesen megszakadtak. És ez is volt egy döntő, most is még ez a cél, hogy akkor ezeket a kapcsolatokat egy kicsit. Eltellett néhány hónap, sikerült néhány szponzort is találni, íme az ékes bizonyíték itt mögöttünk, ugyanakkor még bizonyára többre is szükség van. Jelen pillanatban mi nehezíti, csupán a pénz, vagy van más, ami egy picit hátráltatja ezt az egészet? Milyen stádiumban vagytok? Végül is azt mondhatnám, hogy most fordulunk a cél egyenesbe körülbelül, hogyha mi is itt a pályán vagyunk, akkor ez a 400-as pályán, akkor az utolsó 100 méter általában ez a legnehezebb, ez szokott a legnehezebb lenni, most tényleg most van a legtöbb gond szinte. Elsősorban anyagi gondok vannak, tehát más igazából nem hátráltat. Most Hőgyészen egyértelmű hőgyészi futóklub. Szexhárdon is van egy futóklub, amely a versenysportra esküdött fel. Kikből tevődnek a szexhárdiak össze? Tehát ebből a németféle futóiskolából, vagy spontán amatőrökből? Jó, elsősorban a német Gyula-féle futóiskolából, a sporton, a triatlon és futóklubból, és mondjuk engem kivéve. Tehát én már csak, mint amatőr szálltam be ebbe a dologba. Ezek már nem aktívak, hanem valaha voltak a német futóiskolában. Aktívak is és valaha is voltak, tehát mind a kettő. Annyira fölcsigáztuk itt az érdeklődést, hogy mondjuk már el, hogy miről van szó. Tudjuk, hogy durván 1600 kilométer. Milyen formában, hogyan teljesíti ezt a társaság? Mennyire lesz ez demonstratív, látványos? Mennyire lesz a vége megszervezett? A vége az mindenképpen nagyon megszervezett lesz, mert július 13-án estére kell kiérnünk. Ekkor Franciaországban a 14-ei ünnepélyre készülnek, tehát tűzijáték, nagyon nagy ünnepség lesz. És kérték is a kinti barátaink, hogy akkorra érjünk ki estére. Úgyhogy a kinti az mindenképpen, az itten indulást is szeretnénk, úgyhogy megnyertük a polgármester urat, ő fogja elkezdeni a futást. A Béla térről tervezzük az indulást, a Gemenc kupa egyik napján lesz, tehát valószínűleg, hogy nézők is lesznek bőven. Hogy néz ki ez gyakorlatilag, ez az 1600 kilométer, tehát hogyan lehet megízlelni azt a pihenés örömét, hogy a lábatokban már több száz kilométer, leküzdöttétek az 1600-at, tehát milyen formában, hogyan történik, hogy lesz ez az agy önmagammat leküzdeni dolog? Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy egy ember elkezdi Szexhárdról fut 25 kilométert, ott felszáll a buszra, a kísérő buszra, a következő váltótag pedig onnan elkezdi a saját 20-25 kilométerét. Ekközben a busz? Ekközben a busz előre megy a következő állomásig, tehát mondjuk 20-25 kilométerre, ott a többiek megvárják, amíg beérkezik a futó a biciklis kísérőjével, és utána így megyünk végig reggel 7-től este 10-ig, amíg nem végzünk körülbelül.
itt nem 1600, megsugtad nekem itt hirtelen, hanem ez 2000 kilométeres lesz, különböző kis mellékutakkal, kerülőkkel. Most van-e valami meglepetésed arra, hogy a buszban hogyan lehet tulajdonképpen felvértezni a feladatra, hogyan lehet motiválni, hangulatilag előkészíteni? Hát most is készülök én, főleg ilyen videófilmekhez. Titok? Nem titok. Felvettem több évközben versenyszámot, aki mindenkit érdekel, hát futó emberekről van szó. De hát amúgy is gondolom, az idén is lesz bőven eltévedés és egyéb ilyen program, ami majd a napot feldobja elég rendesen. A versenyzők, az arcok pedig ugyanazok, akik Hőgyész Eckenthal távolságát teljesítették. Mennyire vagytok erre motiváltak? Hát most is körülbelül annyit edzünk, mint Németországban. 6-8 kilométereket naponta. Úgy érzem, hogy ebben is meg tudjuk csinálni. Elég lesz ez a 6-8 kilométer naponta ahhoz, hogy a napi 25-ös penzum gondmentes legyen? Hát, hogyha napjában kicsit lehet emelni a kilométereket, akkor többet próbálunk futni, és hogy ezt a 25 kilométert tudjuk teljesíteni, ahhoz hosszabb távokat is előtte még le kell taposnunk itt a Hőgyészi salakos pályán, mert azért 25 kilométert napjában megtenni egy lánynak, azt mondom, egy kicsit talán. Apropó lány, a csapat legkisebbje vagy, gondolom, és a legfiatalabbja, és gondolom ezáltal talán a legmozgékonyabbja is, de itt viszont nagy a táv, hogyan viszonyulsz ehhez? Hát én megpróbálom megcsinálni, és én is naponta edzek is. Igaz, hogy az iskola mellett, de azért remélem, hogy majd sikerülni fog. De az iskola mellett ez valószínűleg valamivel könnyebb helyzet, mint mondjuk munkahely mellett. Ki honnét lép le és húz atléta szerelést is itt rója a köröket? Hát én a Dozsi Postán dolgozom, mint hivatalvezető. Igaz, hogy csak 4 órában dolgozom, és így a délutánom az szabad ahhoz, hogy az edzéseket tudjam teljesíteni. Hát én egy családi vállalkozásból szoktam ellógni, úgyhogy olyan 5 óra felé, mikor meg tudom kezdeni az edzést. Vannak, akik azt mondják, teljes őrültség vállalni 25 kilométert. Hogyan maradt meg ez az iskolai előéletetekből, a sportból, hogy a futás az tulajdonképpen végigkísér benneteket, és erre nagyon sokat adtok, és nagyon sokat tesztek érte? Hát én nem az iskolában szerettem meg a futást, hanem nem olyan 2 éve kezdtem körülbelül. Egyszerűen a tömegsportos kampányok hatására, meg egyszerűen úgy az áhá élmény, láttál egy reklámot, és miért ne legyek fittebb, egészségesebb, erősebb? Nem, hanem az iskola után valami mozgás. Úgy éreztem, hogy szükségem van rá. Hát én is ugyanezen a véleményem vagyok, mert iskolában kimondottan utáltam futni, különösen hosszú távot, és iskola után, amikor befejeztem az óvónőképzői szakközépiskolát, akkor valami mozgás igényre hiányom volt, és ezért elkezdtem futni, gondoltam. Mi jelentett konkurenciát? Az aerobik, a különböző fitnessklubok erőgépei és egyebek, szóval, ami úgy általában kellemesebb kihívás a hölgyeknek? Hát nem, mert itt lehet teljesíteni, és itt érzem azt, hogyha most lefutok egy 10 kilométert, igaz, hogy lehet, hogy a 6. kilométer után már összeesnék, vagy valami bajom lenne, de ha a 10 kilométert teljesítem, akkor azért úgy érzem, hogy jól vagyok ezen a szeren a futáson. És mindezért milyen áldozatokat kell hozni egy mai tininek? Hát naponta kell edzeni, ugye mi. Miről kell lemondanod? Mi az, amit szívesen csinálnál, de nem lehet, mert vagy élsport, mármint abban az értelemben, hogy egy kemény munka, vagy pedig mondjuk valami laza, bohém szórakozás, gondolok itt akár a diszkóra is. Hát a diszkóról nem nagyon kell lemondanom, ugye, mert hát éjjel nem szoktam futni. Szakítok rá időt is. Valahol van valami megfogalmazott célotok ezzel? Most Szekszárd-Bözonsz távolság, és aztán jövőre meg talán már át az amerikai kontinensre? Hát ez se volt előre tervezve, ez csak most egy fél éve tudtuk meg, de jövőre nem tudom, hogy még mi lesz. Hát én az idén szeretném lefutni a maratont, ami 42 kilométeres távot jelent. Ez jó előiskola lesz ez. Én fél maratonra készülök szeptemberben.